Európa ellen egy hadművelet zajlik, és ezt a szószoros értelemben tessenek érteni. Csak hogy a hadműveletnél most a szerencsétlen bevándorlók azok, akikkel ennek az egész műveletnek az eszközei. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a Nagykállói Fórumot Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, érzékeltetve, hogy napjainkban nagy veszélynek van kitéve Európa. Az Unió egyes tagállamai eldöntötték, hogy az európai népességfogyást emberek betelepítésével kell megoldani, és ehhez bármilyen eszközt készek felhasználni. Erről már Kiszeli Zoltán politológus beszélt. A legfrissebb hírek szerint például az Európai Bizottság azt tervezi, hogy azok az uniós tagállamok, amelyek megtagadják a migránsok befogadását, fejenként 77,7 millió forintot fizessenek. Kilátásba helyezte ugyanígy a bizottság, hogy azok az országok, amelyek nagy számban fogadnak be migránsokat, nem kell, hogy teljesítsék azt a bizonyos 3%-os költségvetési hiánycélt, és hát ha ez nem működik, nem működött, akkor a korbácsot veszik elő, például azt, hogy büntetést kell fizetni a be nem fogadott migránsok után, illetve hát ahogy láthattuk akár Görögországnál, akár tavaly szeptemberben a miniszterek tanácsában, hogy erőből, többségi szavazással is akár keresztül viszik ezt a kvótát. Az iszlám vallás a nőket alárendeltként kezeli, és a fiú gyermekekre is nagyobb hangsúlyt fektet, mint a kislányokra. Szakértők szerint sem a menekültek befogadására, sem pedig ezekre a kulturális különbségekre sincs felkészülve Magyarország. Ez egy igen világhatalomra törő vallás. Mindenhol azt szeretné elterjeszteni, hogy az ő hitük legyen. Na most ezt nem szabad hagynunk, hiszen Európa keresztény, akárhogy is nézzük, és ezt a keresztény gyökeret nem kéne most hagynunk elvágni, és nem szabad hagynunk, hogy kisebbségbe kerüljünk a saját hazánkban. A fórumon elhangzott az is, felismerve a migráns áradat veszélyeit, a 28 uniós tagállamból ma már 20 elutasítja a betelepítési kvótát.